három edzés és egy felkészülési meccs után vágott neki a tornának a Szabolcsi Együttes, amely a két évvel ezelőtti rendezvényhez hasonlóan szeretett volna tovább lépni a selejtező körből. A két napos program meglehetősen feszített volt, naponta két, kétszer 30 perces mérkőzés vált a csapatokra. A mezőn kiegyenlített volt, több meccsen is csak apróságok döntöttek, amelyek ezúttal nem a Kis Tamás és Piskóti Zsolt által irányított hazaiaknak kedveztek. Én azt hiszem, hogy megfelelően felkészítették a szakemberek a játékosokat, mind a szakmai stáv, mind a játékosok hozzáállása az példamutató volt a játékkal, a tornán. A második mérkőzés kivételével, Nógrád mérkőzés kivételével szerintem nem volt probléma, hogy az első találkozót szombat reggel megnyertük Heves ellen, aztán a második mérkőzésen valóban Nógrád jobb volt nálunk, megérdemelten győzött kettőn óra, ennek ellenére vasárnap a Borsod ellen, aki addig ugye százszázalékos volt, fantasztikusan játszottak a fiúk, több góllal nyerhettünk volna, három kapufát rúgtunk, 11-est hibáztunk, sajnos ez nem fért bele, és ugye miután 0-0-ás ért véget az a mérkőzés, és eldölt, hogy Borsod az első, az teljesen törvényszerű, hogy egy óra múlva eserékes hajdó elleni mérkőzésre elkeseredtek már a srácok, és nem tudtak úgy felpörögni. Ennek ellenére a hajdó mérkőzés második fél is több szerünk volt, két kapufát rúgtunk. Egy szembe voltunk voltva gól ellen, ahogy azt beszéltük is, kettő rugott góllal nem lehet megnyerni egy öt csapatos tornát. Bár a továbbjutás elmaradt, a rendezőknek nem kell lesz szégyenkezniük a vendégek előtt mindenféleképpen meg kell említenem a, kollégáim segítségét és munkáját is, az egész tavont szervezésbe, az előmunkába is, és a helyszínen is, mindkét nap a megyei igazgatóság kollégái kitettek magukért, ahogy kitettek a nyírbátoriak is, külön ki szeretnék emelni három szemét is. Erdei Zoltánt, aki ott a pályán tényleg mindent megtett és leste a csapatok kéréseit, minden csapatnak öltözőket biztosított a szombati napon, a Szabolcsi csapatnak a két meccs között kimosta a szerelését, úgyhogy friss melegszerelésbe játszhattak a fiú valamint folyamatosan hozta a forró teákat a csapatoknak. Makai Robin szervezésben bármi probléma adódott, azonnal lépett, és tényleg nagyon nagy segítség volt, valamint a Tóth Krisztián, aki ugye szállította a mi csapatunkat is, és az utolsó nap például a heves csapatát is a szállás és a pálya között, úgyhogy első szóra ők is, és tényleg nagyon lelkiismeretesen segítettek. Ennek köszönhetően úgy gondolom, hogy ez a szervezés nemhogy méltó volt, hanem kimagasló volt a régiós tornák eddigi tapasztalataihoz képest. Tényleg csak pozitív visszhangot hallottunk bármik igazgatóságtól, bármik játékvezetőtől, úgyhogy a szervezés az kitűnő volt, sajnos a csapat teljesítmény az most egy picit alul maradt, mondom a hozzáállás előtt le a kalappal, de az eredményesség az most, az most nem sikerült. A selejtező tornát a 10 pontos szerző borsodiak nyerték, így ők léptek a következő körbe. A második helyet Nógrád képviselői szerezték meg 7 ponttal, az egyaránt 4 pontos szabolcsiak és heves vármegyeiek előtt. A sort a három pontos hajdúságiak zárták.